A pandémia miatti szünet után újra színházi előadásra készülnek a Szekszárdi Német Színházban. Exupéry kishercege egy utazás, mely olyan kérdéseket vet föl, mint a barátság, a felelősség vagy a megismerés kérdése. A színház minden esztendőben gondol a gyerekekre is, ezért választották új bemutatóként a kisherceget. Egy próba folyamat elindult itt a színházban, amire már nagyon vártunk, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a színészek és minden alkotó számára, de mindenkinek, aki itt dolgozik a színházban. Én úgy gondolok itt a munkatársakra, egy kicsit mint atlétákra is, hát, hogy folyamatosan edzésben kell lenni, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani akkor, amikor ki kell állni a színpadra, vagy amikor kamera elé kell állni. És ezért ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy végre elkezdhettük próbálni a kisherceget. Most a terveink azok, hogy amint kinyithatunk, akkor megmutatjuk ezt a darabot a nagy közönségnek, és hát izgatottan várjuk a fiatalokat és mindenkit, aki színházba szeret menni. A kisherceg egy speciális darab, hiszen alapvetően egy mesefeldolgozás. Csak hát mégsem, mert az üzenetek a nagyobbakat kell, hogy elérjék. A barátságról, a szeretetről szól ez a darab, az emberségről, és ez minden korosztálynak nagyon fontos és nagyon érdekes téma. Most kifejezetten a 10 pluszos korosztályra próbálunk koncentrálni. Schließ deine Augen und ich schließe meine Augen. Én úgy próbáltam ezt összerakni, hogy pont az a korosztály, amely már nem gyermek, de még nem teljesen felnőtt, azt próbálja megérteni, és azt próbálja ebből kihalászni valami hasznosat maga számára, hiszen maga az írott anyag, Exupérynek csodálatos kisregénye, az egy olyan utazásról szól, amiben a gyereki ént keressük, viszont folyamatosan beleütközünk a felnőttbe. A darab rendezője, Szabó K. István, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végzett. 2015 óta él Budapesten, és dolgozik szabadúszóként. Rendezett számos romániai színházban, de dolgozott többek között Debrecenben, Székesfehérváron, Németországban, Szerbiában és az Egyesült Államokban is. Azt mondják, hogy egy felnőtt ott veszíti el gyerekkorát, amikor megszűnt rácsodálkozni a dolgokra, amikor megszűnik türelmesnek lenni a másik iránt, amikor kivész ez a fajta empátia, amivel rá tudunk csodálkozni a világ szépségére. A kisherceg ugye ezzel a fajta tudattal és ezzel a fajta világszemlélettel közelít, viszont ebben az őrült világban, amiben lakunk, individualizmussal, magánnyal és álmokfutással találkozik. A kisfiú szerepét ezúttal egy hölgy, Sipos Eszter viszi színre, aki azt mondja, súlyos feladat egy ilyen emblematikus figurát életre kelteni. Jó értelemben kizárom ezeket az elvárásokat, az esetleges elvárásokat, és akkor azt nézem meg, hogy én az életemben most hol találkozok ezzel a kishercegi minőséggel, hogy tudom ezt a minőséget a színpadon közvetíteni, és mit jelent nekem ez. A mai világunkban szerintem meg a mi örök üzenete, hogy mindannyian tényleg felelősek vagyunk azért, amit teszünk, és hogy tényleg csak azt ismerjük meg, amit megszeridítünk. Ugye, hogy a rókától tanulja a kisherceg. Próbáltunk egy kicsit steampunkosabb hátteret biztosítani. Most már a gyerekek is főképpen ez a 12-14 éves korosztálynak készül az előadás. Főképpen egy olyan kis látványvilágba belenyúlni, amelyben ők otthonosabban mozognak. Ezt a lebegő valóságot érzékeltetni folyamatosan. Ugyanakkor meg az egész kép már a mozgatóság érdekében is egy installáció. Amit ők kiegészítenek, tovább gondolnak, mi csak megadunk bizonyos karaktereket. Ez egy abszolút nyitott előadás. Nagyon nehéz befoglalni mindazt, ami a kishercegben megfogalmazódik, hiszen az egy óriási, tehát ha nem is terjedelmében, de gondolatiságában egy óriási mű. És itt pár stációt próbálunk érzékeltetni 55 percben vagy egy órában, és ebbe a pár stációban néhány alapgondolatot próbálunk beszorítani. Úgyhogy tulajdonképpen nyitva marad az egész, és interpretáció lehetőségeket is fenntart,
ezt tovább kell vinni.